Egy pad, egy kert, valahol a háttérben egy ház. Benne a családtagok, akiknek csak a hangját halljuk. A padon egy lány, mellette egy fiú. Köztük pedig egy egyre erősödő kapcsolat. Az egyetlen nap alatt játszódó történetben hőseink a megismerkedéstől egészen az eljegyzésig jutnak, ám közben a párkapcsolatok minden állomását bejárják. Az egymáshoz simulástól az ádászveszekedésig, a feltétel nélküli szerelemtől az önző, a másikat rabulejtő ragaszkodásig. Ebből adódóan felmerül a kérdés, hogy lehetséges-e 24 óra alatt halálosan szerelembe esni. Erre a kérdésre Földesi Ágnestől kaptunk választ, aki Annát alakítja a darabban. Én élő példa vagyok, szóval amikor elolvastam a darabot, nagyon abszolút magamra ismertem. Én egy olyan párkapcsolatban vagyok, ami pont így 24 órán belül. Igen, te is, én is szeretném, oké. És nagyon-nagyon hasonlóak voltak a körülmények, úgyhogy meglepődtem, hogy megint egy olyan feladat talált rám, ami visszaköszön a magánéletemből, úgyhogy mondom, abszolút hálás dolog. Az első perctől az utolsóig ismerős történetet látunk megelevenedni a színpadon. Olyan dolgok és gondolatok vannak benne, amiket érdemes újra és újra megvizsgálni. A szerelem ilyen. A mű a férfi-nő kapcsolat szeszélyességét kívánja ábrázolni, s közben megmutatja ennek azt az oldalát is, amelyről kevesen szeretnek beszélni. De vajon hogyan lesz egy szerelmi történetből vígjáték? Erre a kérdésre Tege Antaltól, a darab rendezőjétől kaptunk választ. Megint az írót kell dicsérnem, és a fordítót természetesen. Annyira tipikus, annyira emberi mondatok vannak, hogy azáltal tud nevetni a néző, hogy saját magára ismer benne, hogy én is ezeket szoktam mondani számomra, és ezek a megoldások tűnnek kézenfekvőnek, és mivel magára ismer a néző, ezt tudja véleményem szerint a humorforrást jelenteni. A szerelem egyszerre csodálatosan és félelmetesen ismerős történet. A műnek két főszereplője van, Földesi Ágnes és Citor Attila. A közös munkát megkönnyíti az, hogy dolgoztak már együtt, így ismerik egymás erősségeit és gyengeségeit. A darab nehézségeiről a Máriót alakító Citor Attilát kérdeztük. Az idő szűkössége az a nehézség, meg hát ez egy nagyon, nagyon erős koncentrációt igénylő játék, mert ugye hát ketten vagyunk benne, tehát nem tudunk kimenni, mindig végig bent vagyunk. Úgyhogy ez. A darab bemutatója március 6-án lesz a Békéscsabai Jókai Színház stúdió színházában.